Ahogy közeledik a karácsony, egyre többen érzik úgy, hogy segíteni szeretnének a rászorulókon. A különböző karitatív szervezetek segítenek abba, hogy összegyűjtsék és célba juttassák az adományokat. A Magyar Vörös Kereszt elsősorban tartós élelmiszert, tisztító és tisztálkodó szereket vár a felajánlóktól, akik koruktól függően többféle módon segíthetnek. Elindítottuk az iskolai óvodai adománygyűjtő kampányunkat, amiben a legkisebbeket és az iskolásokat szólítjuk meg, természetesen rajtuk keresztül a szülőket is, hogy egy pici adománya, csak egy kis aprósággal, ha hozzájárulnak egy adománygyűjtő akcióhoz, abból több száz csomag készíthető el, és jut el a rászorulókhoz, hogy nekik is szép vagy szebb legyen a karácsony. Másrészt ugyanezt az adományozást megtehetik a székhelyünkön, a Malom utca három szám alatt, illetve a nagyobb városainkban, a területi irodáinkban, ahova szintén várjuk ugyanezeket az élelmiszereket. Fontos, hogy az adakozók minden esetben ellenőrizzék le a szavatossági időt az élelmiszereken, azok lehetőleg hosszú lejáratúak legyenek. Azt is érdemes tudni, hogy saját készítésű finomságokat nem vehet át a vörös kereszt, csak ellenőrzött termékeket adhat tovább. A szervezet munkatársaival egyébként a következő hetekben több áruházban is találkozhatunk. Én arra kérem a adományozókat, hogyha látják, hogy a Vöröskereszt is gyűjtés szervez, vagy éppen azot, azon az adott napon, december első hétvégéjén gyűjt, akkor vásároljanak egy kicsivel többet, hiszen ha mindenki csak valamit beletesz a mi bevásárló kosarunkba, az nagyon sok emberhez fog tudni eljutni. Nagyon sokan ajánlanak fel ebben az időszakban a játékot, de az adakozókat arra kérik, hogy minden esetben csak tiszta lemosott dolgot hozzanak, olyat, amit saját gyereküknek is szívesen adnának oda. Törött játékot, hiányos pázolt, szakadt mesekönyvet nem tudnak átvenni a vörös keresztnél. Ruhával is lehet segíteni, de ezeket a felajánlásokat inkább később várják. Az elmúlt időszakban ugyanis sok ruha halmozódott fel a szervezet raktárában.